képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim! Régi igazság a politikában, hogy ne zavard meg az ellenfeledet, ha éppen hibázni készül. Ugyanakkor mi Hazánk mozgalomban teljesen másként gondolkodunk, és megpróbáljuk sippal, dobbal, nádi hegedűben megzavarni a kormány többséget egy szarvas hiba elkövetése közben, hiszen még nem késő, a katás adózók legalább kétharmadát, de lehet, hogy közel 100%-át tönkretevő 2021. január 1-től hatályba lépő módosítás előtt még van jó néhány parlamentülés, amelyen van lehetőség arra, vagy lesz lehetőség arra, hogy a kormányzat korrigálja azt a hibát, amelyet még a tavaszi nyári ülésszak végén elkövetett. Itt ugyanis arról van szó, tisztelt képviselő társaim, hogy adott egy rendkívül népszerű adózási forma, a KATA, a kisadózók általány adója, amelyet legalább 400 ezer vállalkozó választott, legalább 400 ezer honfitársunk, többségében nyilván mikrovállalkozó, vagy egyenesen mikrovállalkozók adóznak ezen adózási forma szabályai szerint, melynek nagyon röviden az a lényege, hogy 50 ezer forint általányadó befizetésével ezek a katás vállalkozók úgymond le tudják teljesítik valamennyi adó és járulék fizetési kötelezettségüket, cserébe ugyanakkor lemondanak a kiadási tételek érvényesítéséről, feltéve, hogy az éves nettó árbevételük a 12 millió forintot nem haladja meg. Nagyon sokan választják ezt az adózási formát még abban az esetben is, ha számos anyaköltségük, eszközköltségük, dologi kiadásuk, esetleg munkabérköltségük merül fel, mert úgy ítélik meg, hogy mindezekkel plusz a havi 50 ezer forint általányadó befizetésével is lényegesen jobban járnak, több nettó hasznot tudnak realizálni a hónap, illetőleg az év végén, mintha egy bonyolultabb és magasabb adótétellel érintett adózási formát választanának. És ebbe a kompromisszumba rongyol bele fénysebességgel a Fidesz-KDNP kormányzat, a Mi Hazánk számára teljes mértékben érthetetlen módon, ugyanis a kevesebb, a több elve kiválóan érvényesült, egy sikertörténetként könyvelhettük el eddig a katát. Az előbb említett egyszerűsége, átláthatósága és alacsony kockázati szinte, vagy egyenesen kockázatmentessége miatt sokkal több adóbevétel folyt be az államkasszába minden évben, mint amennyit előzetesen terveztek. A kompromisszumnak az is része volt ugyanakkor, hogy ezek az adózók tudomásul veszik, hogy mivel aktív korukban jó eséllyel sokkal több nettó bevételt, vagy nettó hasznot realizálhatnak, mint mondjuk munkaviszonyban lévő társaik, ezért ők aktív korukban nyugdíj előtt takarékossággal, vagy egyéni megtakarításokkal felkészülnek a nyugdíjas évekre is, hiszen lényegesen alacsony nyugdíjra számíthatnak. Nos, azzal, hogy 2021. január 1-től jelenállás szerint az ugyanazon megbízótól származó éves 3 millió forintot meghaladó bevételre, megbízási díjra, jövedelemre 40%-os extra büntetőadót vetett ki a kormányzat, vagy készül kivetni a kormányzat, gyakorlatilag tönkreteszik ezt az adózási formát, hiszen több olyan tevékenység van, amely vagy az ágazati törvénynél, ágazati szabályozásánál fogva nem végezhető munkaviszonyban a munkaszerződés keretében. Számos tevékenység, közt a sok mezőgazdasági, vagy építőipari, vagy szellemi szabad foglalkozású szolgáltató tevékenység, például jellegénél fogva nem folytatható ilyen formában. Egy kistermelő, ha ugyanannak a felvásárlónak adja le a frissen született zöldséget, gyümölcsöt, vagy a frissen aratott terményt, és az ugyanazon megbízóval, vagy ugyanazon felvásárlóval folytatott jogügyletéből kifolyólag évente a 3 milliót meghaladja a bevétele, akkor 40% extra adót fizet a 3 millió forint feletti részre. Ugyanez igaz az építési szolgáltatást végzőkre. Ugyanez igaz az építőiparban dolgozókra, a kőművesektől, az ácsokon át a villany és visszerelőkig. Ezek az emberek a tevékenységük természeténél fogva nem tudják ezt munkaszerződésbe átkonvertálni. És ráadásul a kormányzat számítása annyira nem fog bejönni, hogy kimerjük jelenteni felelősségünk teljes tudatában, hogy nem a tömeges munkaszerződések megkötésének korszaka jön el, hanem a tömeges álláskereső nyilvántartásba vételek időszaka, mert ezek a katás vállalkozók vagy tönkre mennek, vagy másik esetben a szürke vagy a fekete zóna felé mozdulnak el. Arról nem beszélve, és innen fogom majd folytatni következő napjelent utáni felszólalásomban, hogy jelenállás szerint egy átlag katás vállalkozó 43 ezer forint nyugdíjra számolhat,
és 40 év katás szolgálati jogviszonyban eltöltött idő legfeljebb 26 és fél évnek minősül a nyugdíjszámítás szempontjából. Magyarán mondva, a katások sem aktív korunkban, sem nyugdíjas korunkban nem számíthatnak semmi jóra a kormányzattól, ez pedig elfogadhatatlan.